Ha egy kép elém kerül, akkor próbálom megkeresni benne egyrészt a nemzetközi trendet, másrészt a magyar trendet. És az már a számomra egy jó pont, ha én nem találok ilyet, hanem egy egyéni felfogással és egy egyéni gondolkozással találkozom. Ha engem egy kép a képernyőmön otthon melbevág, és egy nagyot lélegzem, hogy ja Istenem, akkor az már biztos az 5 pont fölé kerekedik, mert hatással van rám is, és ez a hatás bizony, ha rám hat, akkor nagyon sok emberre fog hatni. Alapvetően meg kell nézni, és én megnézem, hogy fotográfiailag rendben van-e. Van egy gondolatom, hogy az ember megtanulja a technikát, megtanulja a természetnek a fotografálását, azért, hogy elfelejtse. És amikor a pillanattal áll szembe, akkor ennek a tudásával, ami nem egy akkor előhúzott tudás, hanem egy természetes ismeret, akkor kezd el fotografálni, és akkor kezdi talán felfedezni az újdonságot a képbe. Jó dolog az, hogy kezdenek a természetfotósok idézőbe elszállni a valóságtól, megengedik maguknak a hangulatokat, a különleges pillanatokat, ha ezzel találkoznak, és olyan dolgokat tud belőle kihozni, amit tulajdonképpen sose tudtunk róla, sose láttuk, csak azért hívták fel a figyelmet nekünk, hogy tessék oda figyelni, tessék megnézni, hogy ezek az állatok mi mindent tudnak. Tehát az állatok olyanok, mint az emberek. Hogyha szeretjük őket, akkor ők is szeretnek, és produkálnak olyan pillanatokat, amiért minket a fotós társadalom, a természetfotós társadalom, a művészi élet és az emberek elfogadnak.